élete végéig maradjon börtönben a vasárnapi miskolci késselő, aki meggyilkolt egy 16 éves fiatalembert. Ez a Mi Hazánk mozgalom határozott véleménye. Hiszen azt gondoljuk, hogy az ilyen típusú bűncselekmények sajnos Magyarországon egyre gyakoribbak. Miskolcon vasárnap hajnalban egy szórakozó helyen egy 20 éves elkövető megkéselt és halálra szúrt egy 16 éves fiatalembert. Az előzmény a hírek szerint arról szólt, hogy ott egy társaságnak a hölgy tagját kezdte el zaklatni az elkövető, és őt szerette volna, ezt a hölgyet szerette volna megvédeni a 16 éves fiatalember, és ezt követően került sor a gyilkosságra. Sajnos azt látjuk, hogy Magyarországon az elmúlt években egyre gyakoribbak az ilyen típusú bűncselekmények, és ezért a Mi Hazánk mozgalom elvárása az, hogy olyan bírósági ítélet szülessen, amely elrettentő erejű, amely elrettenti a későbbiekben az ilyen típusú bűncselekményekre hajlamos egyéneket. Egyébként nyilván vagy megkerülhetetlen a politika felelőssége is, hiszen Miskolcon az elmúlt 14 évben mind a balliberális, mind pedig a fideszes képviselők folyamatosan elfogadták a város közbiztonsági beszámolóját. Teljesen mindegy egyébként, hogy fideszes városvezetés volt, vagy pedig balliberális városvezetés. Az is jól látszik, hogy nem kezdték meg a no-go-zónák törvényes felszámolását. Továbbra is probléma az, hogy nem lépünk fel az ellen, hogy a lakcímkártyákat mindenféle fás kamrába ki lehet adni, illetve nyilván van felelőssége a kormánynak is, hiszen eddig egy alkalommal sem támogatták Mi Hazánk mozgalom BTK-t szigorító törvénymódosításait.